már is sok mindenről híres. Egyik nevezetessége a könyvpiac. Közkedvelt hely, mindenki szívesen jár ide. Vannak, akik csak szórakozásból böngészik a könyveket. Ez az úr például, talán a Sorbonne professzora is valami ritkaságra vadászik. Látom, már megtalálta. Hát, azt hiszem, most nagyon mellé fogtam. Nocsak, ott szemben Le Duc felügyelő a párizsi rendőrségtől. Ő vajon kire vagy mire vadászik? Úgy tűnik, engem követ, persze észrevétlenül, hogy azonnal letartóztasson, ha rosszalkodni kezdenék. Mintha reszketne, uram. Hogyan? Már pedig teljesen oda van, egészen fehér az arca. Már pedig csöppet sem vagyok meglepve. Százával akadnak itt olyanok, aki szívesen végeznének a híres szájban, nem? Az angyal. Roger Moore, Láng József. Öljük meg az angyalt. Nagyon sajnálom, mademoiselle. Nem látta véletlenül, ki vezette ezt a kocsit? Éppenséggel jól láttam. Paul Verrier volt a tulajdonosa. Most már engedjenek ki, kérem. A türelem rózsát terem. Nos, hallotta Paul Verrier? Igen, hallottam. Ez bízza a rendőrségre. Azt mondtam, ez a rendőrség dolga. Hát persze, uram, tudom. Kérem, monsieur, engedjenek, rendezvún van. Majd vár, fiú, én várnék. Tegye le! Borzasztó, nagyon elkések, uram, értse már meg, muszáj odaérnem. Felügyelő úr, igaza van. Ez az ön ügye. Elnézést a kellemetlenségért, mademoiselle. Justin, kérlek, beszéljük meg négy szem közt. Beszélni? Mikor van nekünk időnk beszélgetni? És hol tudunk mi négy szem közt társalogni, mond? Akkor a klubban találkozunk, Paul. Na, ne menjen el, André. Ha nem maga van itt, akkor valaki más. Philip, Charles, bárki más. Csak a Louvre-ba jár több látogató, mint a mi otthonunkba. Justin, nem hagyom, hogy elmenj.
És hogy akadályozol meg? Golyót röpítesz a fejembe? De édesem, hiszen 10 éve vagyunk házasok. Szeretlek. Te nem szeretsz senkit. Egyedül a munkádat. Tehát hova mennél? Ugyan mit számít az neked? Szeretőd van, igaz? Mademoiselle? Lődjük felügyelő. Rendőrség. Verrier urat keresem. Felügyelő úr, a férjem itt van. Parancsoljon. És most elnézést, uraim. Azt hiszem, kicsit rosszkor jöttem, igaz? Csodálatos időzítés, felügyelő. Halljam, mit tehetek önért. A Simon Templar elleni merényletről szeretném kérdezni. Az önkocsijából körülbelül 15 órája 4 lövést adtak le rá. És megtudhatnám, ki vezette a kocsimat? Hát, erről van szó, monsieur. Én is éppen ezt akartam kérdezni. Ó, Pierre, ez az úr a rendőrségtől jött. Legyen szíves, informálja, hogy merre jártam ma délután ebéd óta. Végig itt volt, uram. És nem hagytam el a házamat? Nem, monsieur. Köszönöm, Pierre, ennyit akartam. Az üzlettársam, monsieur André Turgot. Igazat mondott az inasom? Természetesen. Nem kétlem, de ez nekem nem elég. Akkor hallgasson ide, lődük felügyelő. Soha életemben nem láttam ezt a bizonyos Simon Templárt, ezért okom sincs, hogy végezzek vele. Akkor jöjjön vissza, ha talál valami bizonyítékot ellenem. Pillanatnyilag azt hiszem jobb, ha távozik. Ugyanis tisztáztam magam. Igen, monsieur. Igazából. Tehát mi a fenét képzelnek ezek? Ostoba rendőrök. Ahogy mondja, a kocsim nem jött ki a garázsból éjjel óta. Paul, most mit akar csinálni Justinnal? Haza fog jönni. Biztosan. Thank you.
Monsieur Fellows, elnézést kérek. André fia, most már kezdtek egy kicsit türelmetlen lenni. Igen, megmondom neki. Jól teszi. Ugye az utóbbi időben rengetegen járnak hozzá. Paul? Fellows még mindig odakint vár. Oh, Fellows. Az éjszakai számlák. Ellenőrizze. Természetesen. Maga nagyon kitartó, barátom. Kell nekem ez a klub, és a szervezet, ami mögötte van. A tengeri üzlettel együtt. 7 millió frank. Bármikor megkapja. Visszavonulhat, pihen, békés nyugalomban élhet ezután. Nem vagyok pihengetős típus. Nem kérek semmit, Adél. És ne számlázzon Mr. Fellowsnak. De kedves. Egyébként sajnálom, hogy Justin elment. Honnan tud erről? Hallok ezt-azt. Amit remélem nem ver nagy dobra. Gondolkozzon az ajánlatomon. Ne zsaroljon, kérem. Zsarolni? Ugyan, miket mond? Én nem csinálok ilyesmit, maga is tudja. Van érdekeltségem Londonban, és szeretnék egyet Párizsban is. A magáét. És 7 milliót fizetek érte. De sajnos nem eladó. Majd az lesz. Jó ét, Paul. Ma este mennyit ajánlott? 7 millió frankot, a tagad disznó! Nyugalom, bár. Nyugalom! Fellows tönkre akar tenni! Justin elhagyott! A rendőrség szerint meg akarta ölni valakit, akit sohasem láttam, meg azt mondja, legyek nyugodt! Na jó, akkor ne legyen. Elmegyek Justinért, és a hajánál fogva hazahozom. Ez nem válna be. Justinnál nem. Említette valaha ezt a Simon Templárt? Nem emlékszem ilyen névre. Vajon ismerheti? Kélem, Paul, rengeteg tennivalónk van. Pokolba a munkával! Beviszi a kocsimat a garázsba, André. Természetesen. Korán hazatért, uram. Nem volt kedvem dolgozni. Ne csukja be az ajtót, Turgó mindjárt jön. Uram, mondhatok valamit? A fontos. Nagyon sajnálom, hogy elment a madám. Köszönöm, Pierre. Én is. Hozzak esetleg egy italt? Jó lesne egy konyak. Ó, és még valami. Igen? Tudom, hogy nagyon sok baja van, és igazán nem szívesen említem, de... Nos, ma 31-e van. Ó, Pierre, a fizetése. Sajnálom, hogy elfelejtettem. Tessék, vegye ki kérem a csekkfizetemet a szívből. Hívd Bolandót. Bolandót? Ajánlj neki 100 000 frankot, hogy ölje meg Templárt. Miért? Nézd meg az ajtót. Thank you.
Tessé! Kelsey felügyelő, Lötök felügyelő, bemutatom a barátaimnak. A szimfonikus zenekarban játszanak. Mr. Templar, múlt éjjel meg akart ölni Paul vérjét. Valóban? Miért? Mivel ő egy gangster, egy gyilkos, és mert végezni akart önnel. Akkor miért nem tartóztatja le? Nem olyan egyszerű. Sokkal bonyolultabb a dolog. És hogy akartam megölni ezt a kedves urat? Bombával. Természetesen. Van ellenem bizonyíték, igaz? Redük? Ez nem én vagyok, ez csak egy rajz. Másszon ki az ágyból és öltözöm fel, mert letartóztatom. Felügyelőm, soha életemben nem láttam még ezt a Paul Verjét. És este, 10-kor, Terez, Celeste és jó magam egy meglehetősen nehéz Mozart kvartettet játszottunk. Kvartettet? És hármasban? Jacqueline! Igen, angyalom. A kvartett? Maga! Nagyszerű előadás volt, lányok! Jacqueline? Egyszerűen csodálatos volt, drágám! Simon magának bármit! Bármit? Bármikor! Bármikor? És bárhol! Ó, de kedvesek! Szigorúan szemmel kell tartani, és semmiképpen sem mehet Paul Verjé közelébe! Megértette? Igen, uram! Muzsikusok. A garázst kérem. Halló, Alfonz. Itt Simon Templar. Megkaphatnám a kocsimat mondjuk fél óra múlva? Ó, és köszönöm, hogy értesített a Paul Verjénél történt robbanásról. Igazán nagy szolgálatot tett. És a három unokahúga is. Nagyon édesek. Balándó kint várakozik. Hozza be. Paul, kérem, ne csinálja ezt a dolgot. Templár meg akart ölni, de helyettem az halt meg, aki 15 éve dolgozott nekem. Küldje be Balándót. Monsieur Balándó, fáradjon be, kérem. Merci. Ah, monsieur Verrier, de örülök, hogy látom. Régen nem találkoztunk. Megvan már 7 hónapja is. 8 hónapja és 16 napja. Én észben tartom a dolgokat. Balándó maga mindig okoz meglepetést, hiszen úgy néz ki, mint egy... Tisztviselő? Vagy a senki? Ne titkolja. Akármit mond, én bóknak veszem. Tudja, én mindig átlagember vagyok. Így aztán soha senki sem emlékszik, hogy látott volna. Ezért nem tudnak soha elkapni. Voilà. Ki lesz a célpont? Simon Templar. Ő az, akit angyalnak hívnak? Igen. És hol találhatom meg? Hotel Concord, 511-es szoba. Megkérdezhetem, hogy képzeli? A részletek csak rám tartoznak. Mielőtt él lenne halott. És most beszéljünk talán inkább a pénzről. Elnézést kérek. A főfelügyelő meghagyta, hogy kövesse mindenhova, igazam van? Igen. Akkor kövessen.
Az élet rövid ahhoz, hogy ostobaságokkal töltsük. Helyén való megállapítás. Jó, akkor elviszem Párizs egyik legjobb éttermébe. Ha a szavát adja, hogy nem játssza a nyomozót, én is megígérem, hogy nem lépek le. Becsület szavára? Becsület szavamra. Beszó. Rendőrségnél mi? Á, mon ami, a vendégem lesz, uram. Jaj, nem. Elfelejtett valamit? Igen, a cigarettámat. Nagyon sajnálom, de... A becsület szó elfelejtette? Bocsásson meg. Így már jobb. Nem gondolja, hogy túl messzire megy, kedves kisasszony? Ez talán a foglalkozása vagy a hobbija? Felesleges lenne felakasztani, igazam van? Mi baj, kislány? Elmondja? Azt hiszem, megérdemli, hogy jól elfelekeljék. Jaj, ne! Kérem, ne! És a krokodilkönnyek is megérkeztek. Megérdemelném. Nagyon ostoba voltam. Buta és gyerekes. És gyilkos kedvű. Négyszer rám lőtt polverjé kocsiából. De hiszen nem volt veszélyben. Tudom, hogy vaktölténnyel. Ugyanis találtam egyet a kocsiban. Sosem bántanám, higgy el, csak... Csak szörnyen fel akartam dühíteni. Mit mondjak? Rendkívül sikeresen csinálta. Jó, de higgyen nekem. Esküszöm, hogy igazat mondok. Egy újságnak dolgozom. Hallottam, hogy a nagy Simon Templár Párizsba látogat. És mindent megtettem, hogy dühös legyen Paul Verrier-re, hogy leszámoljon vele. Tudja, éppen egy éve volt egy nagy bankrablás. Apám biztonsági őr volt. És Paul Verrier hidegvérrel agyonlőtte a helyszínen. A rendőrségnek nincs bizonyítéka. Az ügyet lezárták. Ó, kérem. Ugye hisz nekem, uram? Hát majd megfontolom, mi alatt rendet csinál nálam. Thank you.
szándéka? Bevisz a rendőrségre? Hát, nem szeretek mások helyet dolgozni. Ó, kérem, Simon! Esküszöm, ahhoz a bombához nekem nem volt semmi közöm. Ugye hisz nekem? Hát persze. Hisz maga egy békés, aranyos kislány. Hasra! Gratulálok, felügyelő, végre megvan az embere. Ez meg ki? Bérgyilkos, verjének dolgozott. Nincs bizonyítéka. És ne üsse bele az orrát, értette? Majd mi kivizsgáljuk, és mi kihallgatjuk verjét. Sok sikert. De azt hiszem, többet tudnak meg tőlem holnap ilyenkor. André megérkezett? Igen, monsieur Verrier. Kérete. Oui, monsieur. Paul! Üdvözlöm! Jó estét! Beugrottam, hogy kifejezzem együttérzésemet. És miért? Mert az életére törtek, kedves barátom. Egy bomba, ha robban, rettenetes. És mit tud a történtekről? Csak amit az újságokban olvastam. Sőt, valamivel többet is, igaz? Talán ez a Simon Templár magának dolgozik? Ugyan, ne legyen nevetséges. Van híre Justinről? Miért érdekli magát az én feleségem? Tüskén, szomorú, hisz maguk voltak az ideális házaspár. Emelem az ajánlatomat 9 millió frankra, és hozza meg a döntését csütörtökön éjfélig. Határidőt szab? Én türelmetlen ember vagyok. Jó éjszakát! A számlája. Hálás köszönetem. Igen? Kapcsolja, kérem, Londont. Flexman 3275. Személyesen kérem Mr. Charles Braddockot. Braddock? Igen. Igen, tartsa a vonalat. De miért? Olvassa. Bolandó elszúrta, lelőtték. Templár még mindig él. De ha Braddock kézbe veszi a dolgot, már nem sokáig. Oh. Justin, drágám. Találkoztál Paul-lal? Igen. És? 9 milliót ajánlottam. Elutasított. Hát még nem fogadta el. Megoldódna a problémánk, ha Paul meghalna, és te örökölnél. Ne nézz ilyen döbbenten, egyetlenem. Felbérelte Simon Templárt, hogy meggyilkolja. Szerettem volna választ kapni néhány kérdésre, és mivel nem kaptam meg, magamnak kell utána járnom. Mr. Templar, nem engedem, hogy beleavatkozzék. Sőt, mitől megtiltom, megértette? Dolgozunk az ügyet! Valaki elhideti verjével, hogy az életére török. Nem csoda, hogy le akar számolni velem. Ideje, hogy egy kicsit körülnézzek. Az a pasas sok disznóságban benne van, maga az ördög. Igen, tudom. Ezért érdekelnek a részletek. Egy csöppet se fél. Ugyan mitől? Nagyon veszélyes ember. Akár csak én. Sajnálom, uram, zárva vagyunk. Beszélnem kell monsieur Verrierrel. Zárva vagyunk, értse meg, nem oltja, hogy zavarják. Ön bizonyára Mr. Braddock. Monsieur Verrier? Nagyon örülök, hogy találkozhatom önnel.
Köszönöm. Persze hírből már jól ismerem. Sokan ismernek. Fáradjon be. André, az úr Mr. Braddock. Monsieur Braddock, nem vártok ön csak este 9 óra után. Igen, de korábbi géppel jöttem. André a jobb kezem, André Turgó. Úgy hallottam, ott hagyta Londont és vidékre költözött, igaz? Igen, mert imádok kertészkedni. De én a londoni számát hívtam. Onnan intéztem az ügyeket, van egy szép kis irodám. Nos, rátérve az üzletre. Ismer egy férfit, a neve Simon Templar. Igen, találkoztam vele, semmire kellő alak. Őt kell megölnie. Megkérdezhetem, hogy miért? Először is azért, mert meg akart gyilkolni. És elszúrta? Pedig azt hittem, ez a Simon Templar ugyancsak érti a dolgát. A nekem szánt bomba az inasomat ölte meg. Másodszor pedig viszonya van a feleségemmel. Ó. Oh. A kedves neje? Igen. Jó ízlése van. Megcsinálja? Természetesen. Nálam senki sem tudná jobban megszabadítani Simon Templártól. Nagyszerű. A pénzemről... Az anyagiak nem számítanak. Mennyit fizetett Bolandónak? Hát erről is tud. Persze. Honnan? Ez a munkám. Nos, Bolandó díja... Valójában nem érdekel. Én 200 000 frankot kérek. 200 000 frank? Felét most, felét utána. De hát ez rengeteg pénz, nem is tudom, hogy... Hát akkor felejtsük el az egészet. Köszönöm. Isten vele, Isten vele. Hé, várjon! Meg akarom ismerni Madame Verriét, ha már viszonyom van vele. Ki tudná nyomozni a hölgy címét? Biztosan meg tudom szerezni az újságnál, a társadalmi rovattól. Nyomozza ki, aztán találkozunk a szállodában 7:30-kor. Simon rettenetes kockázatot vállal. Látja, ettől lesz az élet érdekes. Később találkozunk. Itt van 5000 frank a váratlan kiadásokra. Egyébként 500 000 kap. 500 000? A pénz nem számít. Ó, roppant kedves magától. Most bejelentkezik és vár a szobájában, amíg nem értesítem. Megértette? Mr. Verrier, aki fizet, az a főnök. Helyesen mondja. Szobaszolgálat, kislány. Simon! De soká jött, nagyon aggódtam. Hol volt ennyi ideig? Elintéztem egy-két dolgot. Megtudott valamit Madame Verrieről? Hát persze. Az egyik barátjánál lakik, aki Amerikába utazott. Ügyes volt. És még van egy érdekes hírem. Van egy angol pasas, a neve... Fellows. Mindent elkövet, hogy megszerezze Verrier érdekeltségeit. Mindent? Ezt hogy érti? Rendszerint az illető halála után szoktak ilyet csinálni. Fél óra múlva hívja fel Kerszi felügyelőt, mondja, hogy menjen el a gála szállodába, és csípjen el egy angol férfit, a neve Charles Braddock. Az meg ki? Bérgyilkos. Ó, és maga most hova megy? Megnézem Madame Verriét. Madame Verrier? Igen. Én vagyok Simon Templar.
Nem túl vendégszerető asszonyom. Miért lennék az? Mert az a hír járja, hogy szerelmi viszonyunk van, már mindenki tud erről egész Párizsban, rajtunk kívül. Kérem, menjen! Miért mennék? Épp ideje, hogy megismerkedjünk. Maga Paul életére tört. Bombát csempészett a lakásába. Én is éppen ezt akartam mondani önnek, kedves hölgyem. Ne játssza az ostobát, asszonyom. Válaszoljon a kérdésemre. Valaki, egy férfi vagy nő mindent elkövet, hogy életre halálra összeugrasszon a férjével. Ki? Nem tudom. Feloz lehet? Látom, ismeri a nevet. Egyik barátom. Hát persze. És fel akarja falni a férjét. Igen. Maga is ezt szeretné? Igen. Miért? Azt akarom, hogy adja fel az eddigi életét. 9 millió frankkal boldogan élhetünk hátralévő éveinkben. Nos, Madame Verrier, ahogy a dolgok állnak, a férje hátralévő évei ugyancsak rövidre szabottak. Mr. Fellows beszélni szeretne önnel. Miért nem mondta előbb? Én is alig várom, hogy megismerhessem. Fogadtatás. Á, Mr. Templar. Már évek óta szeretnék találkozni önnel. Remélem, nem csalódott bennem. Ó, de igen. Ahogy Verrier-vel elbánt, amatőr munka. Azt gondoltam, hogy sokkal ügyesebb. Hát elnézést, uram, ön hogy csinálta volna? Ó, hát mondjuk ide hívnám valami érdekes ürüggyel. Aztán rázárom az ajtót, és teljes gőzre kapcsolok. 4-5 óra alatt furcsa dolog történik egy emberrel. Leginkább főcsirkéhez lesz hasonló. Itt vág gerésztő. Vagy gépkocsi balesetet rendezek. Zuhanás egy magas épületről. De bomba a lakásban. Ostoba dolog. Hát, kedves uram, igazán rendkívül hasznos ötleteket adott. De kérem, várjon a dologgal csütörtök éjfélig. Ó, éppen egy fontos üzleti tárgyalást folytatok Paul-lal. Pályázik az üzletére? Ahogy mondja. Ezért szeretném, ha élve maradna, amíg megkötjük a szerződést. Ezért ön, pusztán elővigyázatosságból, itt marad nálam. A vendégem lesz. Akkor talán kényelembe is helyezhetném magamat. Persze. Amint megkötöttem a szerződést Paul-lal, természetesen megölheti azzal a módszerrel, amihez leginkább kedvet érez. Igazán nagy lelkű. Templár útlevele.
A tárcája. Meghalt? A szállodai szobájában. Hát ez nagyszerű. Elvégeztem a munkát. Most kérem a pénzem másik felét. Megérdemli. Igazán élvezed-e hivatásossal dolgozni? Örülök, hogy elégedett. Nem merült föl nehézség? Egyáltalán nem. Remélem, nem keveredtem bele semmiféle gyanúba. Nem. Most vissza meg Londonba? Még az éjszakai géppel. Egy dolog azért most is izgat. És pedig? Miért akart Templár megölni? Őt kérdezze meg. Mert ő Templár, az igazi Braddockot letartóztatták. Nem győzhet mindig az ember. Ha végzünk vele, azt magukra kell megcsinálnunk. Igaza van. Az én véleményem nem érdekel senkit. Ott az a lebontás a váruház. Még hogy maguk, hát erre kíváncsi leszek. A báronát és semmi trükk, kérem. André, kivel fogja kezdeni? Ebből! André! Egész jó húzás volt, André. És köszönöm, hogy hívta a rendőrséget. Szóra sem érdemes. Felhívta a felügyelőt és besúgta Bolandót. Nem illett a tervébe, hogy engem üljenek meg először. De miért? Megmondjam neki, André? Vagy inkább maga? Nyugodtan, ha óhatja. Egy Anett nevű lány vaktörténnyel rám lőtt, mégpedig az ön kocsijából. Azt remélte, hogy önt fogom gyanúsítani, és dühömben végzek magával. Miért akarta a halálomat? Az apja őr volt egy banknál. Megölték egy bankrablás során, melyet ön szervezett meg. Kapóra jött ez a drákolátos Andrénak. Ő rakta a bombát a lakásába, és engem kever gyanúba. Igaz ez? Ahogy mondja. Előbb önnel akar végezni, aztán vele, és ha a rendőrség ránk talál, azt hiszi, egymást lőttük le. És mindig a barátja voltam. Mindig jó voltam magához. Évekig húztam az igát. Magának megvolt mindene. Én csak a maradékot kaptam. És ott volt Justin is. De most mindent átpasszol felhoznak, engem meg kidobnak. Csak hogy én nem megyek bele. Sosem fogadják el főnöknek. Nem. Ha azt hiszik, hogy én öltem meg. De ha úgy tudják, hogy Templár tette, és maga önvédelemből lőtt, könyörögni fognak nekem, hogy legyek a főnökük. Nos, Mr. Templár, úgy látszik, egy csónakba nevezünk mindketten. Csak hogy nem jutnak el sehova.
Köszönöm, Verrier. Sajnálom, Monsieur Templar, hogy nem ismerhettük meg egymást jobban. Felügyelő, hívjon gyorsan orvost Verriernek. Fusson! Igen. André állt a színfalak mögött. Nagy főnök akart lenni. Ó, Simon, ugye jól van? Remekül. Nem könnyű elbánni az angyallal. Láng József, Konrád Antal, Miklósi György, Verebély Iván, Kis Eszter, Juhász Károly, Kullan Zsuzsa. Magyar szöveg Pető Emmi, hangmérnök Miklós Miklós, rendezőasszisztens Farkas Gábor, vágó Kern Mária, gyártásvezető Magyar Gergely, szinkronrendező Rehorovszki Béla. A szinkron a Videovox stúdióban készült. Thank you.